Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Törekedj békességre, és kövesd azt, ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsáss meg minden vétkemet. Amen. Böjt harmadik vasárnapján énekeljük a 322. dicséretünket, mind a négy verszakát, az első kezdődik. Láttatjuk már hitem, megváltom Istenem a gond után. 322. dicséretünk. Közepén van
Kansasben, ahonnan Totó kutya is származik, ha emlékszünk rá, és Dorka, az Óz című kedves meséből, de nem kirándulni voltam ezen az úton, hanem kedves barátaink, akiket a gyülekezet is ismer, akik ezelőtt, hát közel 30 évvel ezelőtt jelentek meg itt, először Magyarországon, arra gondolok, hogy annyi idősek lehettek, mint én, mert öreg bácsi, öreg néni jelent meg itt, de nem így néztünk ő rájuk akkor, mint amilyen engem is néha leszoktak bácsizni már, és a gyerekek, furcsa érzés, de mégis 30-szor voltak itt Magyarországon, ez alatt a hátra maradt idő alatt, egyszer egy évet eltöltöttek itt, és aztán Isten hazaszólította őket, nagyon kedves, három napos alkalom volt a temetés, az utána való együttlét gyülekezettel, és onnan ülték két közösségből is az üdvözletüket ide Magyarországra. 2022-ben arra készülnek, hogy az egész Klein család eljön ide. Aztán meglátogattam egy barátomat, egy újságíró barátomat Floridában. Nem azért mentem oda, hogy a hasamot sütessem a napon. Hát ott jobban süt a nap, mint máshol, hanem mert ő ott lakik. És éppen ezért oda is elmentem, és mivel a tenger közelében lakik, a tengerpartján üldögélve beszélgettünk, valaki még keményen meg is szidott, ezért szégyeljem magam, hogy miközben itt Magyarországon emberek éheznek, én ott Floridában a hasonlat sütetem. Nem sütettem, mert bár lehetett volna fürödni, de valamit üldögéltünk ott a homokos tengerparton, és komoly lelki beszélgetést folytattunk, mert mondom, a barátom ott, akik nincsenek tiltott helyek a világban, és nem biblia ellenes dolog, hogy az ember, ha szegények vannak, akkor a szegény negyedbe menjen, de ez az én barátom is ott ennek a városnak a szegény negyedében lakik, mondjuk ez nem olyan lepukkant, mint a Hős utca, de egy bérházban lakik, miközben vannak ott villák a gazdagoknak. Szóval a világ ilyen, hogy ilyen és olyan is, és mi nem a kirakatnak élünk, bárhol vagyunk, kinek lehet erről bármi véleményet, de szolgálni szegények és között egyaránt. Éppen abban az időben jelent meg a New York Times-ban egy velem készült riport. Épp a kép, ami megjelent, az itt a templom kapuban készült, úgyhogy az volt a templom kapu is a képen. De azért nagyon jó volt hazajönni, és szívben, lélekben itthon voltam a testvérekkel. Hát van-e valakinek valami kérése? Ezen kívül a Klein családért azért bűtsünk egy mécsest, és az ottani testvérekért majd mindenképpen. Jérikó, szeretettel üdvözlő a gyülekezetet, családi hétvégén vannak, és Zsuzsa mama, hála Istennek, jól. Nekem is Jérikó, bűtsünk még egy gyertyát Bartus László barátomért, aki mondom, ott éve Floridában Naplesben járja meg Isten az ő szolgálatát is. Valahogy Györgyre szeretnénk hányra kérdezni, igen. Kiemelkedő. Igen. Ebbe a... Jogos. Hát én pedig Rizgáinak hozom az üdvözletét és köszönetet. Köszönjük az imákat és mindent, és hát hálát szeretném adni az Úrnak azért, mert mind a két, akik
egyébként imádkoztunk, mind a két család biztonságban van. Köszönjük nektek. És köszönjük Angelika szolgálatát, és sőtől megőrizte őket. Én az munkaöcsének szeretnék imád kérdezni, mind a kettőjét. Lukinak ma van a szülinapja, és... Még egyszer nem ér? Luki. Luki. Igen, és hétfőn meg fogják operálni. Szóval őért egy áldáskér, meg a Noáért pedig a testvére. Ezt a nevet is tudtad érezni? Igen. No. Nagyon örülünk, hogy Péter megint itt van, örülünkben gyújtsunk tüzet, és örülünk, hogy Gyurka bácsi is közöttünk van Antóniával együtt, ezért is gyújtsunk egy örömtüzet. Én a gyülekezetért szeretnék hát, hogy most 3 hónapja már nem voltam, és olyan nagy szeretettel fogadtatok. Az iskolámért, akik segítettek átjutni a nehéz helyzeteken. A kisunokám, aki emlékeztek rá, mondtam, hogy nagyon pici súlya, nagyon sietett hozzá, ő teljesen egészséges, jól van, és mind a két kisunokám úgy éli a világát, ahogy egy icipici kis gyereknek kell. Köszönöm szépen. De akkor mondjál az ön nevüket. Bori és Barnabás. Jó, ilyenkor mindig hangozzanak el a nevek. Az örömbe is osztozom, de egy kis öröm is belecseppen a kortársak tűnnek el sorozatosan, és éppen két barátunk Hollandiában haldoklik, és kérek rájuk egy imát. Léni 89 éves lesz a napomban, és Franz az jóval fiatalabb, de halálára. Nagy öröm, hogy itt lehetek köztemek. Péter, Léni az első. Léni, igen. Úgy hívják, és Franz. A francokat. Én a lányomért Judittel szeretnék kérdezni át, hogy a második unokám egészségesen és boldogan növekedjen, és a Mártelep iskoláért szeretnék kérdezni át, mert most egy picit nehéz helyzetben vannak, az iskolai projektért kicsit büntetve lehet, úgyhogy remélhetőleg ez segít az imád és túlvészeljük. Köszönöm szépen. Mindjárt, hogy tudják a második unokát? Még nincsen neve, még a hasiban van. Ja, én úgy hívom magam, hogy Lilike, de ez az én. Nagyon kedves barátom van, nagyon súlyos helyzetben van itt kórházban. 96 évesen, és azt gondolom, hamarosan nem fogjuk veszíteni. Nagyon szenved, és nagyon szeretnék megkönnyebbülést kérni a számára. Krisztinának hívják. Most szeretnék egy munkát keresek, úgyhogy helyette. Meg aki ott dolgozva, és ő érdek, szeretnék imád kérni, hogy a dolgozó kérdés, és hogy nekem legyen munkám. Szeretnék imád kérni a Kánai
Éviért, a Margóért, a Liáért és a Leventéért, mert nagyon hiányoznak már a közösség. Áldja meg őket. Néhány nappal ezelőtt egy közúti baleset részesei voltunk Zsuzsával, és én köszönjük hálát mondom, és a közös ima erősségével azért, hogy az örökké valamit, és nagyobb probléma nélkül, vagy súlyos probléma nélkül sikerült túl lennünk rajta, csak ezt a közös imát kérem. Természetesen hallottam a tévét, hogy Törőcsik Mari nagyon betegen került ismét a kórházba. Egy közös imát szeretném. Utána Nova Gábornak, minden Gábornak nagyon sok szeretettel gratulálok és boldog hosszú életet kívánok, és a mi Gáborunk. Zsoltra gondolj, még a lánya, kérte Noémi, hogy imádkozzunk az édesapjáért, aki nehéz próbák között van megfáradt. Imádkozzunk ő érte is. Napja, akit rendszeresen Évikének szoktam szólítani, bár ritkán van így, hogy ő előfordul, aztán egy ideig eltűnik, de egy komoly vágyakozás van benne, amikor tudtam vele egy kicsit beszélgetni, és szeretném, ha gondolnánk rá. Szeretnék imád kérni, aki megfázott erősen, és egyházunkért imádtattuk egy emlék. Hallgatomban szeretnék kérni, gyönyörű szép idő jön, ma ébredtünk, és a virágzó fák élmények annyi reménységgel töltenek minket. Ez itt az úrasztal előtt már a kertből aló, nem csak ez a nem aranyeső, van, hogy más a neve, de hasonló. Hogy? Az aranyeső. Hát,
hölgy, és legyen, és valamelyik gyümölcsfában, és a saját termését. Valami gyümölcsfában, igen. Egy tálkányi cseresznye, aki most hozzon voltam a hétvégén, most már gyakran járok, és nem akarom részletezni majd a beszélgetésen, elmesélem miért, de azt, arra kérem az Urat, hogy rontsa meg a gonosz munkáját. Amen. Igen, és úgy gondolok. És az ófi szegényekért imádkoznék, hogyha alkalom van rá. Holnap fogjuk temetni Hannát, aki amit tudott, jött ide a gyülekezetbe, aztán ott látogattam őt az idős otthonban, Klárika volt a barátnője, most nem nincsen itt, de holnap búcsúzunk el Hannától, holnap délelőtt legyen áldott az ő emléke is. Saul Pista bácsiról sem beszéltem, de ő is eltávozott közülünk, mindjárt 8 nappal ezelőtt, és valószínűleg itt lesz valamikor a közeljövőben tőle való búcsú is, legyen áldott az ő emléke is. Hát a végére értünk talán a dolgoknak. Rágyom meg mindannyiakat az Úr, akkor hallgassuk meg Isten szent igéjét. Nem került el a figyelmemet semmi, még azt akarom mondani, hogy nem úgy, Icaska, te akartál valamit még? Igen. Lementek kis vártára, hogy az Úr őrizzen meg őket, és megáldotta ezt a napot a kisvártai gyülekezet és a teológus hallgató. Igen. Berenics Petra, a főiskola lelkésze, lement teológus hallgatókkal kisvártára. Gyakorlat is ez, a látogatás. Áldjon az Úr. Bocsánat, hogy nem mentem oda a bejövetelkor mindenkihez, de egy kicsi késésben voltunk, és nem arról van szó, hogy csak néhányakat akartam üdvözölni, és valakit ki akartam szándékosan kerülni. Ez nem volt gondolatokban sem, de majd a végén üdvözöljük egymást. Akkor hallgassuk meg Isten szent igéjét. Isten szent igéjét a Királyok könyvének az első fejezetéből, a 11. Királyok könyvének a 19. fejezetéből olvassuk az első verszaktól kezdődően, és Akhám elbeszélte Jezabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és többek között, hogy hogyan ölte meg mind a profétákat fegyverrel. És követet küldött Jezabel Illéshez mondván, ezt cselekedjétek velem, Istenek, és úgy segíjenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azok életével mindegyik. Amit mikor megértett, felkelvén elment, vigyázván az ő életére, és ment Bérsebába, amely Judában volt, és ott hagyta az ő szolgáját. Ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. És mondta, elég. Elég most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És lefeküdt és elaludt a fenyőfa alatt, és íme angyal illette őt, és mondta neki, kelj fel, egyél. És mikor körülnézett, íme fejénél volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. És evett és ivott, és ismét lefeküdt. És az Úr angyala eljött másodszor is, és megillett őt, és mondta, kelj fel, egyél, előtt felett való utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és ment annak az ételnek erejével 40 nap, és 40 éjjel, egész az Isten hegyéig, a Hórebig.
Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a mai napot, a veled és egymással való találkozás lehetőségét. Kérünk tőled áldást, Urunk, mert anélkül üres az emberi szó, és elsodródunk mi is mindenféle hétköznapi dolog felé, de rád szeretnénk figyelni, hiszen ez az okulásnak, a rád figyelésnek a vasárnapja amúgy is. Hadd tekintsünk rád, és keressük a te akaratodat, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjük. Köszönjük, hogy láthatóvá tetted magad, ami Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt az élő mintát, amit követhetünk, és köszönjük azt az utat, amit ő végigjárt engedelmesen az áldozat vállalásáig, hisz nem azért jött, hogy önmagáért éljen, és benne megmutattad, hogy neked noha életed van önmagadban, de nem önmagadért élsz, és így akarunk mi is ebben a világban jelen lenni, áldással lenni. Köszönjük, hogy ennek a lehetőségét megadod. És imádkozunk most azért is, a Szent Igét hallva, hogy amikor megfáradunk, amikor úgy érezzük, hogy élni sincs kedvünk, és segíts át ezeken az időkön minket, mert a te kezedben van életünk ideje, a fájdalom is és a gyengeség is eszköz abban, hogy minket formálj, vagy összekapcsolj olyanokkal, akik számára szolgálat a velünk való együttlét, és közben ők is áldást kapnak. Hadd elevenedjünk meg, mint illés is tovább a szolgálatra, hiszen jó veled járni az utat, nem csak azért áldunk téged, hogy bűneidről megszabadítottál, hanem azért is, hogy értelmet és perspektívát, áldást adtál az életünkre. Imádkozunk most együtt mindazért, ami itt elét került mindannyiunk fülehallatára. Imádkozunk a Klein családért ott Amerikában, akik elbúcsúztak szeretteiktől, legyen áldott az ő emlékük, Kének az emléke, különösen aki most ment el, de gondolunk Bruce-ra is, nagyfiúkra, akit szintén elszólítottál, legyen áldás az egész családon, szolgálatokon, életükön, gyülekezeteiken, és így imádkozunk hozzád Bartus Lászlóért, az Amerikai Népszaváért, a Bartus családért, Helgáért és Rebiért is, áld meg az ő életüket. Illigóval gondolunk édesanyjára, Zsuzsa mamára és a családjára, akikkel most együtt van, te áld meg őket a távolban. Ágival, Baló Györgyért imádkozunk. Köszönjük, amit rajta keresztül adtál a magyar népnek, vagy vigasztalást szeretteiknek. Angelikával áldunk téged azért, hogy Rizgálék és a másik család is biztonságban vannak olyan hosszú idő után. Az ő életük formálásában nyilván terved volt ezzel is, és ünnepeljük a te szabadításodat. Áld meg Angelikát, aki ebben eszközöd volt. Imádkozunk Vigyivel, Lukiért, akinek születésnapja van, de műtét előtt áll, és áld meg Noa testvérét is. Köszönjük neked, hogy itt van velünk ismét Péter, vele gondolunk barátaira, akik a kapu előtt állnak. Áld meg az ő életüknek ezt az utolsó időszakát, és segíts nekik, segíts az életük értékeit a környezetüknek, családjuknak összegyűjteni. Kérünk Léniért és Franciért, segíts meg őket.
köszönjük neked, hogy újra körünkben lehet Gyurka bácsi és Antónia is, már meg kérünk az ő életüket, Zsuzsával hálát adunk a gyülekezetért, az iskolájáért, a munkájáért, imádkozunk unokáiért, Boriért és Barnabásért, Miriammal, Judit lányáért imádkozunk, és a második unokáért, aki talán Lilike, áld meg kérünk, Mártelepi iskolát is, Julával barátnőjére gondolunk, Krisztinára, segíts meg őt, és adj neki erőt a fájdalmai gyengeségei között. Imádkozunk Petrával, munkatársaiért, munkájáért, a barátjáért és édesapjáért, hogy hozzád juthassanak, Antóniával, Gáborokért áldunk téged, a jelenlévő és a gyülekezettől távol lévő Gáborokat is áld meg, különösen is a mai napon Mártival, Kánai Lilire, Margóra, Diánra, Leventére, gondolom régen voltak itt közöttük, és mindazokra, akik elmaradoztak, áld meg és egíts meg őket, kérünk. Imádkozunk Gyusziért, akik súlyos baleseten jutottak túl, áldunk téged azért, hogy megtartottad őket. Zsuzsával Töröcsik, Marira is gondolunk, aki beteg. Imádkozunk Júcsival a Mávtelepi iskoláért, Gyuriért és Anikóért. Noémira gondolunk, és édesapjára, Zsoltra, akit nehéz problémáiban, te segíts meg, Urunk. Agarival állunk és magasztalunk, mert méltóban állunk, és az érző lények boldogságáért kérünk téged. Klárival, Marton Ágnesre gondolunk, akinek születésnapja van. Kérjük, hogy áld meg az ő életét. Istvánnal, Bukira gondolunk, aki beteg, gyógyíts meg őt, és egyházunkat is te oltalmazd továbbra is, Urunk. Kálmánnal dicsőjtünk téged a tavaszért. Jürittel az ózdi szegényekért könyörgünk, te áld meg őt, és imádkozunk azért, hogy rontsd meg a gonosznak a munkáját. Kérünk a holnapi napra áldást és erőt, amikor Annától búcsúzunk, áld meg az ő emlékét, Urunk. Ugyanígy Samó Pista bácsiért kérünk az ő szeretteiért, vigasztalást nekik, és köszönjük Pista bácsi életét is. Gondolunk Icas nénivel, Petrára, aki Kisvárdára utazott a teológusokkal, hogy áld meg az ott létüket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, hogy a földön is, ami mindennapi kegyelünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, igéppen mi is megbocsátod az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most foglaljuk el a helyünket, és a gyerekeket érem, hogy jöjjenek ide előre, éppen időben megérkeztek, és jöjjenek előre az áldásra. Áldjon meg titeket az Úr, vigyázzon rátok, mosolyogjon rátok, mutasson a szeretetét nektek, és adjon békességet a szívetekbe, távol a beteg gyerekeket, pedig áldjon meg az Úr, lányokat, mint Sárát, Rebekát, Leát, Ráhel, fiúkat pedig. Olyan csoki, ami a tengeren túl dolgoztam.
egy hirdetésre, 577-et kicsitben készül. Hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak. Az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én életem, megtalálja azt. Eddig olvassuk a Szentírást. Kedves gyülekezet!
nem könnyű ez a szakasz, mint ahogy egyik sem a Bibliában, sőt, egy kicsit megbotránkoztatónak tűnik, provokatívnak, és úgy van, ahogy én mindig szoktam mondani a főiskolán a hallgatóknak is, hogy a Biblia provokáció. Nem arra való, hogy mindenben minket igazoljon, mindent helyeseljen, mindenben megnyugtasson minket, hanem szükségünk van olykor-olykor arra, hogy felkavarjanak bennünket a benne lévő szavak. Nos, hát a mai igénk tipikusan ilyen bibliai szakasz, ami felkavar, megütközünk egy kicsit rajta, de úgy kell nekünk, mert nem egészen azt gondoltuk a dolgokról, amit Jézus akart üzenetként ebbe a világba hozni. Az első dolog, amivel foglalkozni szeretnék, ez a ne gondoljátok kijelentés, mert mást szoktunk gondolni egy kicsit Jézussal kapcsolatban is, meg egymással kapcsolatban is. Vannak előítéleteik. Bele látunk emberekbe olyasmit, ami nincsen bennünk. Ugyan régi bölcsesség szerint, az ártatlanság vélelme szerint, addig, amíg valakinek nem bizonyítható rá az ő hibája, bűne, még nem adtunk lehetőséget a magyarázatra, nem szabad őt vádolni. És gondolhatunk éppenséggel sok minden, de a gondolatainknak az iránya, a gondolatainknak a tartalma lehet terhelt és hibás is. Jézussal kapcsolatban is. Nem véletlenül mondja az Úr a profétai üzenetben, hogy az én gondolataim magasabbak, mint a ti gondolataitok. Mire célozott az ige? Mi nagyon nehezen emésztjük meg, ha nem rólunk van szó, hogy Isten gondolt a mi üdvösségünkre, hogy Isten nem felejt el, hanem gondol minden bűnös emberre, és úgy szerette Isten a világot, hogy azért küldte az ő egyszülött fiát, hogy ami reménytelenül elveszett, azt megmentse és megtartsa. Mi kicsit szelektívebben gondolkodunk. Mi nem gondoljuk, hogy Isten üdvözítő kegyelme általános. Mi azt gondoljuk, hogy a bennünk lévő szigor és szelektálás szerint fognak a dolgok eldőlni, és ugyan ezt is igazolni látszanak bizonyos igék, de Isten szeretete és kegyelme diadalmaskodik, és mi nem gondoltuk volna, hogy ez így van, hogy ez ilyen fontos. Aztán másutt is az ige mond ilyeneket, Jézus maga is Máté evangéliuma 5. részében, ugyanebben az evangéliumban, a 17. versben, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy a törvényt eltörölje. Olyan sokszor hallom az evangéliumi hívőktől azt, hogy a törvény az el van törölve, és most már csak a kegyelem érvényes. Kevesen voltak eddig, akik nekem ezt meggyőzően el tudták magyarázni, hogy hogyan lett semmissé a törvény, amelyről Pál egy hosszú fejtegetést enged meg a római levélben. Nagyon érdekes és fontos szakasz ez, és valóban igaz, hogy képtelenek vagyunk a törvények betartásával az üdvösséget elérni, de amikor megértettük, hogy Isten ingyen kegyelme bennünket megszabadított, akkor nem probléma többé a törvény szerint élni, nem törvényeskedni, nem azt hinni, hogy abban valami üdvösségünk, ha a törvényt betartjuk, de nem lesz semmissé. A törvénynek az az üzenete, amiről Jézus beszél, hogy a törvény betöltése, a szeretet, a törvény a másik érdekeinek, a másik jogainak a védelmét is jelenti. Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem azért, hogy betöltsem, és annak igazi jelentőségét megvalósítsam. Aztán ezek a nehéz dolgok, amelyeket itt olvastunk, a rokonok iránti szeretet. Majd visszatérünk erre a második pontunkban, de az emberi kapcsolataink területén való kötöttségeink, amiből pedig már Ábrahámot elindította az Úr. Enélkül a kivonulás nélkül, enélkül a nagykorúvá válás nélkül nem tud igazán Isten használni bennünket, amikor mindig mások véleményére figyelünk. Amikor a rokoni kapcsolatok, a falka szellem érvényesül sokszor az igazsággal szemben, és akkor Isten nem tud velünk igazán mit kezdeni, és Jézus nem tud a tanítványai közé szólítani bennünket. Ne gondoljátok, hogy az ő követése az fakadhat, ami saját buzgalmunkból és elképzelésünkből. Át kell hangolódnunk arra, hogy ő mit gondol a világról. Uram, mit gondolsz a világról? Uram, mit gondolsz az én életemről? Uram, mit gondolsz az igazságról? Uram, mit gondolsz a megváltásról, bűneimről? Arról, hogy én hogyan közelítsek az elveszett világ felé, hogy téged közvetítselek, és ne az én haragomat, az én előítéleteimet, az én károsztatásomat. Hogyan lehet, hogy te nem gondoltad azt, hogy károsztatni szeretnéd ezt a világot, hanem meg akarod menteni? Hogy történjék az, hogy bár itt vagyunk ebben a világban, de nem a világ gondolkodása szerint, ami értelmünket újítsd meg, és segíts, hogy elváltozzunk a mi értelmünknek a megújulása által, hogy tudjuk azt gondolni, és arra törekedni, ami a te szándékod, Urunk. Aztán a második pontunk, ami szintén nem könnyű, 37. versben azt mondja, hogy aki inkább szereti apját, anyját, fiát, lányát, hogy nem engemet, nem méltó hozzám. Nem azt mondja, hogy aki szereti. A Bibliában nagyon fontos az, hogy a szavakra jól figyeljünk. Itt a bajunk ezzel az inkább szeretéssel van, a túlszeretéssel van, a majom szeretettel van, a kritika nélküli kötődéssel van, a függéssel van, amiből nem tudunk kinőni, aki inkább szereti. Nem azt mondja, hogy ne szeresse. Jézus is szerette az anyját, az atyát ugye pláne, szerette a testvéreit, szerette a népét, de soha nem törekedett arra, hogy inkább szeresse. Megpróbálják némelyek velünk elhitetni, hogy nekünk inkább kell szeretnünk a keresztényeket, mint a többi embert, vagy inkább kell szeretnünk a magyarokat, mint más embereket. Szeretnünk kell őket, de nem inkább szeretnünk. Ez az inkább szeretés, ami Jézus ellenessé tesz minket észrevétlenül. Az a fajta önző szeretet, ami kirekeszt másokat, akiket pedig ő elfogad. Ez az inkább szeretés, amely zárójelbe teszi az igazságot, amiért ki kell állnunk, és aminek a következménye olykor a szakítás még a családon belül is. Ha azt gondolnánk, hogy ezek csak Jézus radikális szavai, akkor gondoljunk arra, hogy Mikiás próféta is már ilyeneket mond könyvének 7. fejezetében, hadd keressem ezt ki, mert Jézus gyakorlatilag ezt idézi itt Biblia olvasó és ismerő
híveinek, Mikás könyvének 6. részében, hol is van a 7. részében, a 6. vers, nem a 6. részében, a 7. az is szép. És ez is, ami itt van, de nem igazán, hanem a 6. vers, ami ide illik. Azt mondja Mikiás, ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját, mert az ifjú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a mennyező napára az embernek saját háza népe az ő ellensége. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, mondja Jézus. Ha nem okoz, ami igazsághoz való hűséges ragaszkodásunk, akkor is, hogyha ezt szeretettel képviseljük, ha ez nem okoz azok életében szembenállást, törést, nem sziszennek föl, amikor mi nem futunk velük, nem szavazunk együtt velük, és nem kiáltunk együtt velük, akkor baj van. Nem akkor van baj, hogyha az Úr melletti kiállásnak az a következménye, hogy a családban szakadás következik be, és nem azért, mert elegünk van abból, ahogy mi az Urat képviseljük, mert ez is van. Ez is van, hogy vannak, akik azért nem tudnak megtérni, mert nem a Jézusnak a kedvességével és a szeretetével képviseljük az Isten országát, de elég nekünk, ha az igének az egyértelmű üzenetét, Isten igazságának egyértelmű üzenetét képviseljük, az megoszlást fog a világban eredményezni. Jézus azért küldi a missziói útra a tanítványait, hogy békét vigyenek a családi házakba, hogy ott a háborúság megszűnjön, de nem erről van szó, ami aztán megosztja a családot, hanem a mindennapi dolgok miatt kapnak hajba és ölik egymást az emberek, aztán jön majd az amiatti konfliktus, hogy valaki inkább szereti atya fiait, mint az igazságot, és mint az Isten országát. És harmadszor pedig közelítsünk ehhez a kis szakaszhoz az utolsó két vers alapján, ami az útmutató szerint a textus lett volna ma. És ez arról szól, hogy aki föl nem veszi a keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzá. Magyar nyelvben nagyon furcsán mosódik össze Krisztus és a kereszt. Nálunk ugye a krisztianizálás, ami keresztelést jelent, ugye magyarul abban is benne van a kereszt szó, az eredeti nyelvben nem egészen erre utal ez a dolog, és Krisztus nevében sem a kereszt van elrejtve, de nem baj, hogy a mi nyelvünkben ez a két dolog egy kicsit összecsúszik, mert a Krisztus követése az a kereszt vállalását jelenti. Az nem egy sétaút a Kálvárián, a tavaszban, amikor hullanak a virágszirmok, és van a falu mellett egy ilyen Kálvária domb, szívünkben a húsvétra készülünk már, és annak a meghitt ünnepe van ott, hiszen a böjt időszakában vagyunk. Nem ezt jelenti a Krisztus követése, hogy ballagunk a kifényesedett tavaszban, és a szívünkben odaadás van, meghatottság van. Ez keresztviselést, vállalást jelent, ami a társadalomban nem az elismerés jele. Akkor sem, hogyha megvan ennek mára az ékszer változata, amit szívesen hordanak némelyek, akkor sem, hogyha ezt köztereinkre odaállítják magunkó, tolakodó politikusok és megkövetelnek ennek árnyékában tőlünk olyan magatartást, amire nem Krisztus hatalmazta fel őket, és mi sem onnan vettük mindezt. A kereszt, ami bűneink ítéletének a jele, büntető eszköz,
és arra emlékeztet bennünket, hogy a megváltó azon vitte föl Isten elé áldozatul a mi bűneinket, hogy értünk engesztelést szerezzen. Itt is itt a kereszt mindig megkérdezik, hogy miért nincs teteje, és mindig el szoktam mondani, hogy volt ilyen kereszt, ez volt az egyik legkényelmetlenebb kereszt, mert nem volt fejtábla rajta, de ilyen is volt annak idején. Ám de ez ott a Jurka bácsi szülőföldje körüli szőlőkben látható forma, ahol ez szőlőkaróként is használják ezt a T-alakot, és itt is egy szőlő, egy élő szőlő fut fel erre a fára. Jézus a szőlőtől is, mi a szőlővessző. Igen, nem azért állítottuk itt, hogy megszelídítsük feltétlenül a bitófának ezt a megrendítő voltát, de hogy az élet felé tereljük a gondolatainkat. A korpusz nélküli kereszt hirdeti a feltámadást és az életet is, de azt is, hogy ezt a keresztet tovább kell vinni. Nem viszlik be szedni, és aztán szent bámulattal imádni, némely epés emberek azt mondták, hogy hajdan annyi darabkát őriztek Krisztus eredeti keresztjéből, hogy abból több kadigáját föl lehetett volna építeni, ha összerakják ezeket a darabkákat, mert ilyen babonásak vagyunk mi, és ennyire félreértjük, hogy mi közünk van nekünk a kereszt, ez a magunk megfeszítéséhez, ahhoz az úthoz, ami nem megy tehervállalás és szenvedések nélkül. Úgy szeretnék, ha mások vívnák ki a szabadságot nekünk. Ha mindig valami Krisztus magára venné a mi bűneinket, és mi felelőtlenül tovább vétkezhetnénk. Ha valaki más halna, vérezne, szenvedne meg azért, hogy megnyíljon előttünk az életnek és a szabadságnak az útja. De nem lehetünk az ő tanítványai, ha nem vállalunk kockázatot a keskeny úton, a Krisztus követésében, a világ előtti kiállásban, az igazság vállalásában, akár a családban, akár a nagyobb közösségben, a mindennapi életben. Szóval ne gondoljátok, hogy Jézus azért jött, ami nektek a véleményetek, nekünk a véleményünk arról, hogy neki mit kellene tenni. Most éppen az utolsó pontunkkal kapcsolatban gondolunk Péterre, aki azt mondta, hogy Uram, Isten mentsen, hogy ez veled megtörténjen, és Jézus megint távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az isteni dolgokra, csak az emberi dolgokra. Szóval ne gondoljátok. És aztán gondoljatok viszont erre, hogy aki inkább szereti a világban lévő kapcsolatait, hogy nem az Úrnak az igazságát, és aki föl nem veszi a keresztjét, nem lehet az ő tanítványa. De mi az ő tanítványai akarunk lenni, az ő gondolatai foglalkoztatnak minket, és forrón szeretjük ugyan szeretteinket, a hazánkat, az embereket, az életet, de nem akarjuk inkább szeretni annál, mint ahogy ő szerette a világot és életét adta érte. Segítsen meg ebben minket az Úr, hogy az ő jó tanítványai legyen. Amen. Három felé is imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökkévaló Istenünk, hogy téged követhetünk, a te tanítványaid lehetünk, szeretnék tőled tanulni és a példát tőled venni. Köszönjük, hogy Szentírásban mi tanulságunkra irattak meg a történetek. Köszönjük, hogy tekintetünk olyan példákra, amiket nem követünk, és
Szeretnék ezt így tenni, és szeretnék az Úr Jézus példáját venni, ahogy Te viszonyultál az emberekhez. Taníts meg minket ebben, kérjünk, hogy nekünk ehhez bátorságot, vállaljuk, amit vállalnunk kell, tudjuk, merjük kimondani, hogy legyen meg a Te akaratod. Köszönjük, hogy adsz nekünk békességet mindazokhoz, amin változtatni nem tudunk, és köszönjük, hogy a Te utadon járhatunk, mert Te is jársz azon, velünk hisszük, legyen áldott a Te szent neved ezért. Amen. Amen. Isten tiszteletünk végén helyünket elfoglalva 307. dicséretet énekeljük, és annak az utolsó versét a hirdetése, és az áldásoknak záró énekünk fennálló énekeljük. Évforduló március 30-a az ő születését, illetőleg
de akkor van a születésnapja, és viszont 75 éve, vagy 1944-ben mindazok a dolgok a szörnyűségekkel szemben megtörténtek, amelyiknek az egyik hőse Karl Lutz volt, aki egyébként metodista vallású volt, volt kapcsolata magyarországi metodista egyházzal, és sőt a házassága ott volt a Felserbős utcai gyülekezetben, és akkori szuperintendens Schmidt, később a háború után Széchenyi János volt, aki őt párjával összeadta. Hát szombaton ez az alkalom lesz, első vasárnapunk lesz, ugye jövő? Nem? Nem. Még sokan? Még sokan. Nagyon jó, van még egy ilyen vasárnapunk, de első vasárnapunkon is lesz külső vendégünk, Lakner Zoltán lesz, itt ővel fogunk beszélgetni. Majd külön ajándékunk, hogy talán Ülka bácsival sikerül egy kicsit beszélgetnünk, bízunk benne, hogy tea és kávé mellett tudunk egy kicsit eszmét cserélni. És hát akkor a jövő héten is ünnep lesz, az, hogy újra találkozunk. Áldott hetet kívánok mindenkinek. Azt hiszem, nem hagytam ki semmi. Álljunk fel az álmodásunkat. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet.